Radikális jótékonykodás, ez a Bike Mafia. És egyre több diák csatlakozik a biciklis sereghez a közösségi szolgálat 50 órájáért. De valami többért is, legyen szó vitaminkommandóról vagy közös főzésről. Jó volt nagyon, én sajnos nem tudtam csatlakozni a kiszállítás sos csapathoz, úgyhogy én csak krumplit pucoltam és hagymát vágtam. De az jó volt, mert hát egy ilyen nagy társasági főzőcskézés, jó hangulatú, meg legalább hasznos dolgot csinálunk. Most szombat délelőtt mi más tudnánk csinálni. Most a cselekvés alkotás közösségnél vagyunk, ez egy ilyen félszerűen közösségi hely, és a vitaminkommandókat innen szoktuk indítani. Elméletben hetente kétszer, de sokkal többször vagyunk itt, és jövünk, megyünk, nem szeretünk otthon ülni, jobban szeretünk itt lenni, innen elindulni, és majd minden nap osztani. Ez hetente, de most már háromszor-négyszer meg is csináljuk. Ez most már egyértelműen egy életforma és egy nagyon jó közösség, amit kialakult. Ugye jönnek emberek, mennek emberek, ez a 15-20 fő, ami a vitaminkommandót alkotja, vagy akik a vitaminkommandót alkotják, ki hogy ér rá, de mindig vagyunk, valamiért mindig itt vagyunk. Mindenkinek szeretünk segíteni, és ez így összeköt minket. És ezáltal ez gyakorlatilag nem csak egy munka, hanem ez így gyakorlatilag egy ilyen baráti társaság, aki így szívesen összejár. Gyümölcsöket és zöldségeket, valamint szendvicseket fogunk kiszállítani a rászorulóknak. Rengeteg gyümölcsöt, zöldséget, ilyeneket szoktunk kapni hozzá adományba, és ennek itt téren kitaláltuk, a téren úgyis keletje van a vitaminnak, azaz, amit utcán élő ember úgysem kap soha. És akkor mivel mi tudtunk szeretni, tehát így egy alapítványon keresztül így kaptunk, és kapunk folyamatosan, ezáltal kitaláltuk, hogy ez legyen vitaminkommandó. Az egyik tanárom ajánlotta, mert látta interneten, hogy meghirdették, hogy keresnek segítőket, úgyhogy az 50 órás közmunkát itt tudják megcsinálni, és jelentkeztem interneten. Őszintén leírtam, hogy nem nagyon van időm iskola és munka mellett másmilyen közmunkára, ez áll a közmunkák közül is legközelebb a szívemhez, mert szeretek biciklizni, szeretek segíteni az embereket, szeretek főzni, úgyhogy valószínűleg ez, nem tudom, hogy mi lehetett a fő ok. Ezt találtam eddig a legjobbnak, mert itt tényleg érzem, hogy közvetlenül valakiknek segítek. És látom az embert, akin segítek, és tudom, hogy ez tényleg sokat jelent neki. Ezért jöttem ide a BBM-be, hogy segítsek az embereknek, akik az utcán élnek, igen. Ugyanolyan átlagos emberek ők is, mint mi, szóval, hogy azon kívül, hogy igazából nagyon nincs semmiük, csak néhány mozdítható dolog, azon kívül teljesen ugyanúgy viselkednek normális emberek. Az ételek kiosztásánál mégis úgy tűnt, mintha Marci kissé zavarban lenne. Nem voltam egyáltalán zavarban, igazából azt mondtam el, hogy mi a csomag tartalma, amit odaadtunk nekik, szóval erről tájékoztattam őket. Ők is ugyanúgy készítenek velünk ennivalót, segítenek a kiszállításokban, főzésnél szintén segítenek, tehát több emberrel, több területre el tudunk indulni. Tehát hatékonyságot tudjuk velük növelni. A legtöbb diák a vitaminkommandó mellett más közösségi szolgálatot is vállal. Voltunk állatmenhelyen, ahol kutyát sétáltattunk, kicsit kitakarítottunk. Volt egy kézenfogva alapítvány program, ott segítettünk, szórólapot osztottunk a Margit-szigetnél. Volt egy radnóti nap, ahol előadásra kellett beülni, és a máltai szeretett szolgálatnak gyűjtöttünk karácsony körül adományokat. Itt még az 50 órán túl is maradnék, hogyha van rá esély és lehetőség, mivel ez itt nagyon tetszik. Amiről Tünde beszél, az a szabad választás elvének érvényesülése. Választhatnak a diákok az iskola ajánlatából, de javasolhatnak is programokat. Csak egyeztetni kell a szülőkkel, tanárokkal. Volt olyan, aki így legelső 50 órás alkalomtól kezdve így jön folyamatosan. Tehát itt tetszik neki, és itt tök szívesen jön. Sőt, már kérdezte is, hogy jöhet-e máskor is, tehát 50 órás alkalmakon kívül. Kezdetben saját pénzből, ma már adományokból is segíthetik a rászorulókat.
meg is szólítunk embereket, tehát akiket látunk útközben, de azért most már így egy ilyen 50-60%-ban azért már a megszokott emberekkel találkozunk folyamatosan. A Bike Mafia tagjainak segítőkészsége olyan példát ad a fiataloknak, ami egy életre szól. We'll be right back.